Hétfőn kezdődik az érettségi írásbeli szakasza. A diákok jó esetben még egy utolsó nekifutással ismétlik a tanultakat, de vannak olyanok, akik már évekkel ezelőtt megszenvedtek azért, hogy most ne kelljen izgulniuk. Ez a román tanárnő még egy utolsó érettségi felkészítőt tart diákjainak. A legtöbb magyar diák nem meglepő módon a román érettségitől tart a legjobban. Anyanyelvű szintű tételsort kapnak, de az sem könnyíti meg a dolgukat, hogy nekik 4 tantárgyra kell összpontosítaniuk, és nem 3-ra, mint a többségi nemzethez tartozó diákoknak. De vannak kivételek a magyarok között is. Ezek a felvételek még februárban készültek az Országos Magyar Matematika Olimpiádon. A megnyitó ünnepségén. Akkor találkoztunk Bartis Zsolttal, aki jó versenyeredményeinek köszönhetően nem kell érettségizzen matematikából. Én 9. osztályban a Szabadkán megtartott nemzetközi magyar matek versenyen kaptam 3. díjat. Ennek következtében 10-essel kiváltódik idén a matematika írásbeli érettségim. A versenyre elég sokat készültünk, sok készülés nyilván sok lemondással is járt, viszont úgy érzem, hogy ez az érettségi kiváltás azért egy olyan elismerés, ami mindenképpen megéri a sok munkát. Hozzátette, örül annak, hogy így több ideje van a másik 3 tantárgyra. A jövőjét Budapesten képzeli el. Hasonlóképpen a jövőjét építi Ferenc Dániel is, aki bár még csak 11-es, a matematika érettségi miatt már nem kell fájjon a feje. 11-es létemre így, hogy megvan a matematika érettségi, ez nem arra késztet, hogy hátradőjek és pihenjek, hanem továbbfejlesztem ezt a tudásomat, az egyetemre készüljek. Bár 11-es vagyok, már tudom nagyjából, hogy hova készülök, matematika, illetve informatika szakra gondoltam. Ez lehet vagy Budapesten, vagy Kolozsváron, véleményem szerint mindegy. A legtöbb kiemelkedő eredménnyel rendelkező diák egyébként külföldön képzeli el a jövőjét. Úgy látják, ott tudnak még jobban fejlődni, és ott van lehetőségük kamatoztatni tudásukat.